köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon köszönöm a meghívást. Kicsit rohantam, nagy megtiszteltetés, hogy ebben a körben beszélhetek egy kicsit az alkotmányról és az alkotmányozásról. Köszönöm a lehetőséget. A hosszú és nagyívű előadások után én röviden szeretnék szólni arról, ha egyáltalán lehet hallani, kérdezem, hogy lehet hallani. Igen. Hogy az alaptörvény voltak éppen érvényes-e? Előre megmondom, hogy a válaszom az lesz, hogy nem. Ez az alaptörvény, ami pillanatnak hatályban van, ez szerint megítélésem szerint nem jött létre érvényesen, egyfajta közjogi érvénytelenségben szenved, és ennek okait azért röviden érdemes elszámolni. Nem az a kérdés számomra, hogy ez az alaptörvény legitime vagy nem, ez igenis világos, hogy nem. Ugye? Nagyon kevesen van, akik azt állítják, hogy ez az alkotmány, ez az alaptörvény legitim, azaz a közönségnek a nagy része elfogadja, hanem az a kérdés, hogy egyáltalán érvényesen jött a létre, hogy is tulajdonképpen, hogy legális-e, illetve hogy alkotmányos-e, ugye, megfelelte azoknak a szabályoknak, amelyek akkor fennálltak, amikor alkotmányozni lehetett volna. Ennek megmagyarázásához nagyon szabad azt elmondanom, hogy alkotmányozni természetesen az országgyűlés szokott Magyarországon. Ez nem azért van, mert az előbb magyarok etelközben így döntötték el, és nem azért van, mert a Marson vagy a Vénuszon valaki ezt így parancsolta nekünk, de nem azért van, mert a Jóisten ezt hagyományozta ránk a Tórában, vagy a Tíz Parancsolatban, és nem azért van, mert ez az európai hagyományban. Azért van, mert az előző alkotmány az országgyűlést felhatalmazta alkotmányozásra. Vagyis azért alkotmányozhatott az országgyűlés 2010 után, mert volt egy akkor hatályban lévő alkotmány, a köztársasági alkotmány, a 89-es alkotmány, vagy ha úgy tetszik a 49. évi 20-as törvény, amely az országgyűlés alkotmány létrehozására felhatalmazta. Az országgyűlés tehát nem az újjából szokta, hogy alkotmányozhat, hanem előrött egy szöveget, az akkor éppen azon a napon hatályos alkotmány szövegét, és ez alapján hozta az alkotmányt. Ez már csak azért is különös, mert azon alkotmányt, amely alapján az új alkotmányt, vagy alapjövés létrehozta, azt hiszem, hogy kidobta az alapot ugyanezzel a gesztussal, hiszen már mindjárt a bevezetőben elmondja a szöveg, az alaptörvénynek a szövege, hogy nem tekint érvényesnek azt az alkotmányt, amely alapján az új alaptörvény létrehozta. Nem, itt elvesztek a fonalat, ez nem az ő hívom. Európában és a világban nem is szoktak alkotmányozni. Tehát az, hogy egy egykamarás országgyűlés egyszerű szavazással, kétharmados szavazással meghoz egy teljesen új szöveget, és azt alkotmánynak kell tekinteni, ez teljesen különleges, ez egy magyar vonás, ahogy tetszik. Ugye a posztkommunista vonás, hiszen mások egykori kommunista országban is ez a helyzet. Magyarországon azonban ez fönnmaradt, mert azért, mert 89-ben csak módosítás történt az alkotmány szövegében, ugye? Formálisan még egészen a mostani alapjövény hatályba lépéséig a 49. évén 20-as törvény volt a akkor hatályos alkotmány. 89-ben azonban természetesen megváltozott az egész szellemisége az alkotmánynak, a 89. évi 31-es törvényel és a 90. évi 40-es törvényel, főleg, de más törvényekkel is, megváltozott az egész szellemisége, de formálisan ez egy alkotmánymódosítás. Vagyis alkotmánymódosítással szakult meg a rendszerváltás, vagyis a demokratikus politikai átmenet. Korábban egy pártrendszer volt, lett több pártrendszer, korábban létezett szocializmus volt, aztán lett kapitalizmus, korábban pártállam volt, ugye autoritáriánus rendszer volt, és ebből lett demokrácia, és így tovább. Megváltozott tehát az egész életünk tulajdonképpen, de formálisan az alkotmány szövege változott csupán, az alkotmánynak a neve nem változott meg, tehát alkotmány módosítással történtek a nagy változások is, a lehető legnagyobb változások. Megváltozott az állam neve is, korábbi népköztársaságból köztársaságá váltunk, 89. október 23-án, dél 12:00 perckor. De ezzel nem lépett hatályba új alkotmány, továbbra is a korábbi alkotmány, a kommunista alkotmány volt hatályban, csak egy új, egy más szöveggel. Az elmúlt 30 évben, vagy 25 évben más sem csináltam, mint szittam az előző alkotmányt. Jobban az előző alkotmány is méltó volt arra, hogy az ember szítja. Ez azért, mert pontatlan volt, sok tekintetben hazug volt, számos rendelkezésre egyáltalán nem állított igazat, de hát az volt a hatályos alkotmány. Ez az akkori alkotmány, vagyis a 89-es alkotmány, hivatalos nevén a 49. 20-as törvény, hatalmazta fel az országgyűlést arra, hogy alkotmányozzon. Ez alapján alkotmányozott a 2010-ben megválasztott országgyűlés is, és hozott létre egy új alkotmányszöveget, és ezt elnevezte alaptörvénynek, sőt, elnevezte Magyarország alaptörvénynek.
vagyis megváltozott az alkotmánynak a neve, nem alkotmányi már, hanem alaptörvény, megváltozott az államnak a hivatalos neve, amelynek ez az alkotmánya, mert hiszen most már nem Magyar Köztársaság, hanem Magyarország, de ez szemben a 89-es változással nem alkotmánymódosítás útján történt, hanem egy új alkotmány létrehozása. Új alkotmányt azért hozunk létre, hogy az előzőt kidobjuk, ugye, és helyette legyen egy újban egyszerűen csak egy alkotmány van. Kiváltjanak tehát a hatályos alkotmány szövegünk, ez a bizonyos alaptörvény, annak is többször módosított szöveges, különösen a negyedik módosítás borította föl a már korábban meglévő viszonyokat is. Oda szeretnék kiukadni, röviden szeretnék beszélni természetesen, ezen egy későbbi délutánon, hogy az alaptörvény azért jöhetett egyáltalán létre, és azért alkotmányozhatott az országgyűlés, mert az országgyűlés erre felhatalmazást kapott. Nem a néptől, nem a jóistentől, nem a népfelségtől, vagy az európai hagyományoktól, hanem az előző alkotmánytól. Az előző alkotmány mondta meg, hogy az országgyűlés alkotmányozhat. Csak hogy az előző alkotmány ezt nagyon különös módon mondta meg. És az alapján én azt állítom, hogy az előző alkotmány alapján ez az országgyűlés ezt az alaptörvényt nem hozhatta volna létre. Ez gyakorlatilag az állításom, valamiképpen próbálom bizonyítani. Ez az alaptörvény hivatkozik természetesen az előző alkotmányra. Más nem kell, hiszen az, hogy ez az országgyűlés, amelyik ezt az alaptörvényt létrehozta, ez a 2014-2015 országgyűlés, hogy ez az országgyűlés egyáltalán alkotmányt hozhat létre. Ez egy olyas valami, amit meg kell magyarázni az alaptörvény szövegében, és ez a magyarázat megtörténik. Az alaptörvénynek van egy preambuluma, és van egy posztambuluma is tulajdonképpen. A preambulumnak az az egyik célja, hogy elmondja, hogy ki alkotmányoz. Általában az alkotmányozó a preambulumokban meg szokta nevezni saját magát, hogy világos legyen, hogy ki hozza létre az alkotmányt. Ez az alaptörvény, a mi alaptörvényünk, a mostani hatályban lévő alaptörvényünk, a preambulumában valóban megnevezi az alkotmányozót, hogy különös módon teszi, azt mondja, hogy mi a magyar nemzet tagjaink. Már most a magyar nemzetnek természetesen számos tagja van, bocsánat kérde, de én magam is a tagjának érzem magamat, ugyanakkor hát én nem alkotmányoztam természetesen. Vagyis nem igaz, már a legelső ilyen mondat sem, hiszen nem a magyar nemzet tagjai hozták létre az új alaptörvényt, hanem az országgyűlés. Az, hogy mégis az országgyűlés hozta létre az új alaptörvényt, és nem a magyar nemzet tagjai, azt onnan tudhatjuk, hogy van egy úgynevezett posztambulum is, amit kevesen idéznek, ez az alkotmány szövegnek a legvégén van, és ez egy nagyon jó kis preambulum szöveg lenne, de nem preambulumként szerepel, hanem posztambulumként. És hogy pontosak legyünk, ezt a szöveget idézem is, a hatályos alaptörvényünkben. Így szól. Mi a 2010. április 25-én leválasztott országgyűlés képviselői, ugye, az mindjárt más, mint a magyar nemzet tagjai, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal, Magyarország első egységes alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg. A fentiek szerint és nem az alábbiak szerint, így ez egy posztambulum. Ezelőtt a szövegrész előtt vannak az úgynevezett záró rendelkezések. A záró rendelkezések és az átmeneti rendelkezések általában azt szokták szolgálni, hogy tájékoztatást adjanak a jogalkalmazónak, arra nézve, hogy milyen jogszabályoknak kell még változniuk ahhoz, hogy hatályosuljanak a szövegben lévő normák. Ebben a szövegrészben, tehát a záró rendelkezések második pontjában a következő áll. Ezt az alaptörvényt az országgyűlés az 1949. évi 20. törvény, 19. paragrafus 3. bekezdés alpontja és a 24. paragrafus 3. bekezdés alapján fogadta el. Vagyis ez az alaptörvény kifejezetten hivatkozik, konkrétan hivatkozik a megelőző alkotmányra, amely abban a pillanatban volt hatályos, amikor ezt az alaptörvényt hozta az országgyűlés, és ez az alkotmány adott felhatalmazást az országgyűlésnek alkotmányozása. Csak hogy ez a szöveg. 19. paragrafus 3. bekezdésének A pontja nem Magyarország alaptörvényének létrehozására adott felhatalmazást, hanem a Magyar Köztársaság alkotmányának elfogadása. Az előző alkotmány, tehát a 20-as törvény, 89-es változatában úgy szólt, 19. paragrafus 3. bekezdésének A pontjában, hogy az országgyűlés megalkotja a Magyar Köztársaság alkotmányát. Most tehát azt a szövegrészt idézem, amelyre az a pillanatnyilag hatályban lévő alaptörvényünk kifejezetten hivatkozik, amely alapján megalkotta az alaptörvényt. Csak hogy ez a szövegrész, amelyre az alaptörvény kifejezetten az záró rendelkezéseik között hivatkozik, nem
a Magyarország alaptörvényének megalkotására adott felhatalmazást az országgyűlésnek, hanem a Magyar Köztársaság alkotmányának megalkotására. A 19. paragrafus harmadik helyezésének álpontja ugyanis azt mondja, hogy az országgyűlés megalkotja a Magyar Köztársaság alkotmányát. Nem Magyarország alaptörvényét, hanem a Magyar Köztársaság alkotmányát, hangsúlyozom, a Magyar Köztársaság alkotmányát. Nagy M-mel, nagy K-val és nagy A-val. A jogirodalomban vita folyik arról, hogy nagy M-mel, nagy K-val és nagy A-val. A jogirodalomban vita folyik arról, hogy az alkotmányozó hatalom és az alkotmány módosító hatalom vajon két különböző hatalom-e, vagy ez időnként egybeesik, vagy sem. Én most nem foglalnék állást, én látok hasonlóságot az alkotmány módosító és az alkotmányozó hatalom között, de abban nem folyik vita, hogy az alkotmányozó és esetleg alkotmány módosító hatalom, vagy fordítva, nem lehet azonos a törvényhozó hatalomban. Magyarország azonban azonos. Ez tény, és még azért van így, mert már a 49.20-as törvény ezt a hagyományt alapozta meg. És az országgyűlés ezekben a bizonyos áprilisi napokban, 2011-ben egy olyan alkotmány szöveget fogadott el, amelyet legalábbis ilyen címen nem fogadhatott volna el, azon paragrafus alapján, amelyre kifejezetten hivatkozik. Az alkotmányjogászok 99,9%-a úgy gondolja, hogy ez nem probléma. Ugyanis az alkotmányozó hatalmat tartalmilag nem lehet korlátozni. Az alkotmányozó hatalom éppen azért alkotmányozó, hogy azt csinálja, amit akar, olyan alkotmányt hozzon létre, amilyet akar. Ráadásul egy alkotmányozó hatalomnak nem is kell hivatkozni a megjelző alkotmányra természetesen, hiszen egészen világos, hogy ha alkotmány módosítást eszközölne, akkor az alkotmány módosításra előírt szabályokat kellene betartani. Ha azonban új alkotmányt hoz létre, akkor neki nem kell tekintenie az alkotmány módosításra előirányzott szabályokat, hiszen éppen attól új alkotmány, hogy új alkotmány, az alkotmány újsága vagy újdonsága éppen abban áll, hogy nem tekinti az előző alkotmányt, mert hiszen éppen egy újabb csinál helyette. Vagyis az új alkotmánynak elvileg nem kell hivatkozni a régi alkotmányra, mert nem a régi alkotmány alapján jön létre, hanem az alapján, hogy most az alkotmányozó egy újat akar csinálni. Ezért az a legtöbb alkotmány a világon, legalábbis az eredeti alkotmányok, amikben mind törvényt rendelkezik, az alkotmányok nem szépen szoktak születni. Az alkotmányok általában nem alkotmányosan születnek, mert ugye alkotmányosan születnének, akkor az előző alkotmány módosításával jönnének létre. Az alkotmányok nem jogállami úton szoktak születni, hanem forradalmi úton, ahogy tetszik. Nem jogállami alkotmányok, az alkotmányok. Az első alkotmányok mindig törvénytelen gyerekek. Utána azonban az alkotmány módosítások általában alkotmányosak, törvényesek szoktak lenni, hiszen az alkotmány módosítások során betartják azokat a szabályokat, amelyek kifejezetten az alkotmányban vannak, és amelyek kifejezetten az alkotmány módosításra vonatkoznak. Magyarország egy sajátos utat választott 89-ben, betartotta precízen az akkor hatályos alkotmánynak az alkotmány módosításra vonatkozó szabályait, és mégis egy tulajdonképpen tartalmában egy teljesen új alkotmányt hozott létre. Szerkezetében nem, nyelvhasználatában nem, de tartalmában különösen alapjogi garanciáit illetően egy új alkotmány jött létre. 2011-ben ezzel szemben egy új alkotmány jött létre, nem a korábbi alkotmány módosításával, ugyanakkor hivatkozik a korábbi alkotmányra, hiszen mégiscsak az alapján jött létre, mert ha nem hivatkozott volna, akkor felmerült volna a kérdés, hogy miért az országgyűlés alkotmányhoz, és miért nem mondjuk egy alkotmányozó nemzetgyűlés. Vagy nem tudom, vagy az Andrássy út, vagy a Nép, vagy valami. Valami meg kellett magyarázni azt, hogy miért az országgyűlés alkotmányhoz, és ezzel a magyarázattal szolgált. Most már röviden arra kellene beszélnünk, hogy ezzel mit kellene kezdeni, de erre nem szeretnék rátérni. Azt szeretném még valamiképpen lehetőleg érthetően kifejteni, hogy az az alkotmány, amely alapján ez az alaptörvény létrejött, és amelyre ez az alaptörvény kifejezetten szövegszerűen paragrafus számot illetően hivatkozik, most az az alapalkotmány tulajdonképpen nem érvényes, méghozzá az alkotmányozók szerint. Az alkotmányozók ugyanis nem egyszerűen elmondták az záró rendelkezés során, hogy a 49.20-as törvénynek a 19. paragrafus 3. bekezdésének álpontja alapján alkották meg Magyarország alaptörvényét, amelyet egyébként nem tehettek volna, de csak Magyar Köztársaság alkotmányát hozhatták volna. És ez szerintem a közszegélyesnek nincsen alkotmányozó hatalma, csak alkotmány módosító hatalma, de most történik egy dolgon nem mennünk be.
Még zsoroszövet, amelyre kivetten hivatkoznak, azt nem tekintik érvényesnek. Az előszóban ugyanis a nemzeti hitvallás elnevezési preambulumban a következő pontja. Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. Vagyis ez az alaptörvény. Jöhet, tehát létrejött volna úgy, hogy akar, de nem úgy jött létre, hanem úgy, hogy hivatkozik az előző alkotmányra. Pontosan, precízen, szövegszerűen hivatkozik. Egy olyan alkotmányra, amelyet nem tekint érvényesnek. De mikor érvényesnek is tekintenék? Vagy érvényesnek tekintenék is? Hiszen érvényesnek tekinti valamiképpen az árulrendelkezésekben, de nem tekinti érvényesnek a preambulumban. És akkor még csak a szöveg elejéről, meg végéről beszéltem, míg a közepéről nem hiszem, ami semmi. Most, hogyha aggálytalanul érvényesnek tekintenénk a 49. év 20-as törvényt, és annak a 89-ben módosított, és 2011-ben éppen hatályban lévő szövegét, akkor is pontban lennénk, amikor azt a kérdést tennénk fel, hogy olyan ilyen tartalommal és ilyen formában alkothatta volna meg az országgyűlés az alaptörvényt. Már jót köszönöm rá, de még egyszer elmondom. Az a bizonyos paragrafus, amelyre ez az alaptörvény hivatkozik, az azt mondja ki, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányozhatja az országgyűlés. Mindenki azt mondja erre, hogy tartalmilag nem lehet kötni az alkotmányozó hatalmú kezét, olyan alkotmányt hoz létre, amilyet akar. Igen, de mégiscsak van valamilyen jelentőség a szövegnek, bocsánat kérek. Hogyha a szövegben vannak szavak, azonban vannak jelentésű, azok valamiképpen leírottak oda, azt valamiképpen be kell tartani, hogyha különös alkot, hogyha hivatkoznak ezt. Egy alkotmányt jó lenne érteni, mert ha nem értjük, a valami sok baj. Most ezt nem lehet érteni, de még ha megpróbálnánk is érteni, akkor oda jutnánk, hogy az érvénytelennek tekintett alkotmány felhatalmazza az országgyűlést, hogy hozzon létre egy valamit, amit nem hoz létre, hanem egy más valamit hoz létre, és ebben a más valamiben hivatkozik erre a passzusra, amely felhatalmazta őt arra, hogy létrehozom valamit, amit ugyan nem hoz létre, de helyette egy más valamit létre. Amikor az előző alkotmánynak a 19. paragrafusának a harmadik bekezdésére tápolja az, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányát alkotatja meg az országgyűlés, akkor az azt jelenti, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányát alkotatja meg az országgyűlés, és nem pedig, nem tudom, a chilei vagy a srilankai alkotmányát, és nem is Magyarország alaptörvényét. Magyarország alaptörvényét is megalkothatja, de akkor nem hivatkozhat arra a paragrafusra, ami alapján megalkotja Magyarország alaptörvényét, mert az alapján azt nem alkothatta volna meg. Van jogtechnikailag megoldása a problémának, mégis megtehette volna az országgyűlés, hogy az alapján a passzus alapján, a 19. paragrafus valamelyik közésnek álpontja alapján, mégis megalkotja a Magyar Köztársaság alkotmányát, és azt első módosításával módosítja Magyarország alaptörvényét. Ez lett volna az egyik válaszok. A másik megoldás az lett volna, hogy az előző alkotmányt, még amíg hatályban volt, szépen módosítja a 2010-ben megválasztott országgyűlés, és ezt a passzust kiveszi belőle, és helyette beteszi, hogy megalkotja a Magyarországnak valamilyen érvényét, ugye? És ez alapján megalkotja a Magyarországnak valamilyen alkotmányát, amelyet elnevez Magyarország alaptörvényének. Ez a két út lett volna, de világosan érzékeljük, azt hiszem, hogy egyik se lett volna megnyugtató. Tehát a két út valamelyikét választotta volna az országgyűlés, akkor nyugtalanok lennénk, miértem nem lennénk megnyugodva. Tekintve, hogy nem ezt a két utat választottam, hanem egy harmadikat, most végképp nem vagyunk megnyugodva. Ezt az utat nem is nem választottam volna. Már feltettem azt a teoretikus kérdést, hogy mi következik ebből, de azt is megértem, hogy erre nem fogok választani. Köszönöm a figyelmet.